Pásztói Panka, Pitty Pank és Lili. Pitty Pank kertészkedik. Lili tavasszal mindig nagyon várja a gólyákat. Ilyenkor gyakran elbicikliznek a közeli fészek felé, hogy meglessék, hazatértek-e már. Az út a parkon át vezet, ahol gyönyörű virágok nyílnak. Idén Lili is szeretne ültetni a kertbe. De nem csak virágokat, hanem zöldségeket is. Hétvégén elmentek a piacra. Kérek szépen levendulát, és százszor szépet, mondta Lili a virágárus néninek. Paradicsom és paprika palántákat is vettek. Lili sárgarépát is szeretett volna, de ahhoz csak magot lehetett kapni. Már alig várta, hogy ültessenek. Délután, miközben Lotti homokozott, anya és Lili kis gödröket ásott a virágoknak. Pitty Pank is segített nekik. Miután minden virág a helyére került, Lili meg is locsolta őket. Már biztosan szomjasak voltatok, mondta nekik kedvesem. És most jöhetnek a zöldségek! A palántákat egyedül ültette el. Csak a répa vetésében segített anya, nehogy a kis magok túl közel kerüljenek egymáshoz. Pitty Pank ez alatt annyira belejött az ásásba, hogy apa épített egy kis kerítést a veteményes köré, nehogy a palántákat is kiássa. Lili nagyon büszke volt a kis kertjére. Már alig várta, hogy teremjen. Kimegyek az udvarra, kiáltotta másnap reggel, és pizsomában szaladt ki a kertbe. Csak a gumicsizmáját vette fel hozzá. Vizet töltött az öntözőkannába, Pitty Pank segített vinni. A palánták még nem nőttek meg, de nagyon szépek voltak. Pár hét múlva teremni kezdett a paradicsom és a paprika. Zöld kis levelek jelezték a sárgarépák helyét. Pitty Pank még mindig ásta az udvart, de már csak csontokat rejtett el a gödrökben. Lili leszüretelte az első termést. A paradicsomból és a paprikából apával reggelit készítettek, a sárgarépából pedig anya főzött Lottinak ebédet. Lili is megkóstolta a répa főzeléket, és felkiáltott. Ilyen finomat még sosem ettem.